Üres játszótér, üres focipálya és üres háziorvosi rendelő. A Pest megyei Gyömrőn a 65 évnél idősebb háziorvosok csütörtöktől nem vehetnek részt az alapellátásban. Nem találkozhatnak betegekkel, a többi háziorvos helyettesíti őket. Én azt gondoltam, hogy hozok valami könyvet, hogy tudjak olvasni, de végül is nem hoztam, és nem is lett volna időm. Az egyik érintett háziorvos azt mondta híradónak, ha betegekkel nem is találkoznak, de így is sokat tudnak segíteni. Jöttek vissza ambulánslapokkal, azoknak a táppénzes oldalára, kartonjára rá kellett vezetni, hogy mi történt velük. Táppénzes lapokat adtunk ki, akinek jogosult, tehát terhesek, stb. Végül is ellátjuk a feladatunkat. De nem mindenhol ilyen jó a helyzet. Például a házi gyerekorvosok esetében sok helyen esély sincs a helyettesítésre. 40% esett ki 24 órán belül a rendszerből. Vannak kerületrészek Budapesten, ahol komplettül lezártak, tehát ott, ahol ilyen kétorvosos rendelők van, és mind a kettő 65 fölötti, vagy egy-egy orvos rendel valahol, ott például csak így van, hogy egy-egy rendelőben valaki dolgozik, és akkor az egész félkerület oda az egy rendelőbe kell, hogy menjen, ha beteg. Több 10 000 65 év feletti orvos és szakdolgozó esett ki a rendszerből, az ő pótlásukra kezdett toborzásba a kormány. Kásler Miklós emberi erőforrásért felelős miniszter hétfőn nyílt levélben hívott bárkit, akinek valamilyen egészségügyi végzettsége van. Az EMMI tájékoztatása szerint szerda estig 900 önkéntes már jelentkezett is. Többségük orvos, gyógyszerész vagy fogorvos hallgató. Az első önkéntesek már munkába is álltak. 5-en a Szent László kórházban, 20-an pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központban segítenek a betegellátásban és az adminisztratív feladatokban. 50-en pedig a járványügyi mintavételekben vesznek részt. De a kormány nem csak önkéntesekre számít. Az összes végzős orvostanhallgató kötelezően mozgosítható, ha szükség van rájuk. Ők arról dönthetnek, hogy a fertőzés gyanúsak megfigyelésében a súlyos fertőzöttek, az idősek és fogyatékosok, vagy a karanténban lévők ellátásában akarnak részt venni.